Hello, szervusztok, sziasztok! Ismét itt vagyok a Monster 19. részével. Na, ott hagytam abba a utolsó részt, hogy meg fogom mutogatni, közben ugye üritem kifelé odaállt a házat, megmutatom, hogy folytatom itt a gépek lerakását, ugye az IC2-t, stb. És megmutogatom, hogy ugye a múltkor elmagyarázott automatizálás, hogy ez mégis hogy működik, hogy kell beállítani. De először egy kis háttérinformáció. A mai nap folyamán Numeritas kollégával, ott, ahol vagy irányba most nézek, ugye utoljára meghaltam, sajnos, ott abba az irányba találtunk egy nagy területet, amihez tartozott egy Ender Chest, 4 darab teknős és egy Chunk Loader, ami egy igen nagy területet befogott, betöltve tartott. És miután ezt felszedtük, újra spónoltak a mobok. Tudnélik, nem tudom, felfedeztétek-e, de az elmúlt részekben nem volt mob a környéken sehol se. Tehát nem spónoltak a sötétben a mobok. Most a minimapot megnézitek, akkor most ott láthattok rajta egy-két fejecskét, amik már így menet közben keletkeztek. A D-teknősér és azért a területér felelős, hát Totó kolléga volt, lerakta a teknőseit bányászni, és sikeresen elfeledkezett róluk, ott maradtak, és már igen régóta, mert tehát tényleg higgyétek el, nem peacefulba, nem nyugalmasba játszottunk, egyszerűen nem spónoltak mobok, és amint azt ott megszüntettük, azt a kis hát bányászterületet, meg rendbe raktuk, konkrétan Numeritas kollégával, mert ugye lent a bányába ott folyt össze-vissza a lába meg a víz. Nem gödröt bányászott, jelzem, hanem hát ugye azokat az a sávos bányászást, tehát a programmal, de attól függetlenül volt ott abban a víz, lába folyás, stb. De leginkább az, hogy felszedtük a Chunk Loadert, és onnantól kezdve újra most spónolnak a mobok. Érdekes kis bug. De mindegy, túl vagyunk rajta, és ki tudja még, hogy mennyiben járult ugye hozzá a lakhoz ez a kis elfeledés. Jó, na ezek most lépjünk túl, jöjjünk ide vissza ahhoz, amit szerettem volna, amit mondtam, hogy ebben a részben megmutatok. Ugye az odáig nagyon szép és nagyon jó, hogy a receptek ugye itt vannak bent a zemi rendszerbe, tehát tudok kraftolgatni, de ugye ezt hogy kell beállítani, például itt van szilikon, akkor a dustok, basic processzor, osmium dust, ilyenek. Na, hát ez úgy működik, hogy például itt van ez a szegmill nevezetű ketyere, és ide a tetejére ráteszek egy interfészt. Nem csak a tetejére, itt például a macerátornál itt az oldalához tettem, és ezek itt benne, ugye ők patternek. Csak ugye ilyenkor már az látszik, hogy minek a receptje van benne, és mutatja is, hogy például ugye 4 darab obsidian dust, és egy obsidian ebből kraftolódik. Akkor a pulverizált ferrus az egy darab ferrus ingotból, tehát itt szépen itt van folyamatosan, és itt írja mindegyiknek, hogy miből készül. Na, most akkor itt a metalformereken fogom ugye ezt megmutatni, már ezekbe is tettem be egyet-kettőt, de hogy ez mégis hogy működik, higgyetek-e, baromi egyszerű a dolog. Viszont elnézést, egy pillanat kis türelmet, mindjárt visszatérek. És már itt is vagyok, nektek csak egy pillanat volt, nekem egy orrfújás. Na, szóval ott hagytam abba, hogy itt megmutatom, hogy hogy kell beállítani. Ugye itt ebben már benne van például a kábelnek a receptje, extrudingra van állítva, de ugye úgy meg lehet csinálni a ollóval is, tehát vágással. Annyi a különbség, hogy a vágni csak a pléteket lehet benne, tehát úgy lesz kábel, az extruding ott meg egyszerűen az ingotból, tehát itt van, beleteszem copper ingot, ott lett belőle copper kábel, beleteszem a vasat, lesz belőle vaskábel. Most akkor azt csináljuk is meg, hogy itt ő
kell, mert tudjon csinálni nekünk vasmadzagot. Az annyi, hogy ide beteszem a pattern encoderbe az egy darab vasat, mert ugye ebből szeretnék. Most ugye kirakta, hogy ebből egy iron nugget lesz, nem foglalkozunk vele. Előre legyártunk olyan kábelt, ami lesz belőle, és azt ide beletesszük. Nem muszáj beletenni mind a hármat, igazándiból ugye elég egy is, úgyis egyből négyet fog csinálni, tehát igazándiból tök mindegy. De akkor már adjuk meg a módját, ugye legyen belőle, nem 5, 4, úgy. És azt mondom neki, hogy encode. Most akkor ki is adta, hogy egy darab iron ingotból csinál 4 darab HV kábelt. Utána ezt idehozom a masinához, és belehelyezem. Tra-ta-ta-ta. Ugye itt is csak egyek vannak, nem foglalkozunk vele, akkor is hármat fog csinálni, tehát teljesen mindegy, meg is mutatom, mert ugye azoknak már benne van a receptje. Itt van mondjuk copper kábel, mert csináltam is. 237. Középső egérgomb, szeretnék csinálni egyet. Uff. És 240 lett. Tehát nem egy darabot csinál, hármat. Megvan az egy darab, de három. Tehát igazándiból itt, ez tök mindegy, hogy ez most itt négyet mutat, vagy egyet mutat, igazándiból át is alakíthatom, vissza lehet tenni. Most mutatja, hogy ugye ez mit tud, és azt mondom neki, hogy csak egyet teszek bele. Most ugye négy, átkódolom, egy vasból, egy kábel, lényegtelen. Értelemszerűen annyit fog legyártani, amennyit tud, tehát nem fog tudni egy darabot csinálni egy darab ingotból, ha akarna sem. Ennyi, és ez már működik is. Na most a háttérbe, hogy van bekötve. Itt alul, meg is mutatom, ugye onnan kapjuk az áramot, na, sics lefelé, rendben. Igen, közben ugye itt átcuccoltam odátra az Energy Bridge-t, meg ilyenek, a konzumert és a producert, annyi, hogy ugye odát MV volt, azóta legyártottam egy HV-t. Tehát most már 5.12 megy itt a kábelen, azért van gold kábel. Jó, tehát innen kap alulról az áramot, itt szépen kapják a gépek, azért így kötöttem, hogy közé lehessen tenni a brikket. Jó, akkor itt mutatom ugye a rencsel, itt a konduit feszéd van, azért látszik így. Ott körbevezettem szépen itt a MI kábelt, itt jön, ugye el van dugva a feszéd mögé, tehát kívülről semmi nem látszik belőle. Ez bele van kötve mindegyik interfészbe, ott van hátulról. Most semmi extra nem kell neki, úgyis ő lekéri magának, amit szeretne. Utána innen meg kivezetés gyanánt van egy Precision Import Bus. Szépen ügyesen azért őt tettem, tehát a sima Import Bus is lehet, viszont ugye ezt itt stack módra állítom, akkor sokkal gyorsabban tudja kihúzni belőle, tehát az alap, a basic, az csak egyesével szedi. Ő meg tudja egyesével szedni, meg stack móddal. Azért jó a stack mód, mert mivel itt látjátok, föl van upgrade-elve, azért csak 7 darab van benne, beletehetnék 64-et is, viszont tehát olyan gyorsan dolgozza föl innen az áramot, innen a villámot látjátok, hogy konkrétan hiába van benne ez a storage upgrade, egyszerűen hogy kiszippantja belőle. Jó, igen, egy-egy darabnál, tehát mit én csinálok, 10 darabot, villámgyorsan legyártja, tehát már szalad is itt végig a sáv középen, tehát beleteszem, baromi gyorsan is megcsinálja, viszont hogyha többet szeretnék, akkor olyan szinte itt kirámolja, hogy onnantól kezdve semmi értelme, hogy itt legyen benne. Mondjuk lehet, hogy föltolom még 10-ig, ki tudja, mindegy. Ugye most jelenleg itt mutatja, hogy 5.12 a max power, akkor és a tárolt 106.288, hogy pontos legyek. És a fogyasztása meg 268 EU per tick, ha minden igaz. Jó, tehát ugye ott hagytam abba, itt ez az import messzel be van kötve, és utána ő már az elkészült cuccot kirántja, és vissza az EMI rendszerbe. Ennyi az egész. És igazándiból ugyanez van az összes többi gépnél, tehát fölösleges úgymond ugye ezeket túlmutogatnom, mert itt ugyanaz,
ugye beküldi itt a processzort, kiégeti, puff, már jó is lesz, ugye itt a grafit, egy darab szénből, és ez is annyiból áll a recept, hogy beteszek ugye a patterbe egy darab szelet, és mellé teszek egy grafitbárt, ahogy mutattam, és utána abból már is készítem ezt a kis encoded patternünket, és már tudni is fogja, hogy mit kell vele csinálni. Az ilyen hármasoknál, mert ugye ezek már ilyen alloy módba mennek, ugye itt van például vegyük ugye ezt az energetik alloyt. Itt ez annyi, hogy van a Redstone Gold, meg a Glowstone, és ebből lesz egy energetik alloy, az annyi, hogy most itt értsétek jól, hogy mutatom, tehát ide betesszük mondjuk a Goldot, itt mutatom a tinnel, hogy beteszem a Glowstone-t, meg beteszem a Redstone-t, és utána ide, ahol most ez a nugget van, ide beteszem az energetik alloyt, és utána elkészítem a patent. Tehát beteszem szépen a három hozzávalót, és utána hozzáadom azt, hogy mit szeretnék belőle. Utána az ide már be is kerül, és már tudja is. Na itt a Metallurgic Infuser, ez egy picit bonyolultabb, mert itt is egyszerre kettő dolgot kell beletenni, viszont ugye azt tudnia kell, hogy mit hova. Ezért itt be van állítva, hogy alulról van egy red, és itt onnan meg van egy lila beállítva neki adagolásnak, fölül meg ki a kék. Értelemszerűen vissza az EMI rendszerbe itt a kék. És ez úgy van megcsinálva, Totó kolléga is ugyanezzel a módszerrel oldotta meg, hogy ugye itt csak annyi, hogy én közben egy chestre két gépet kötöttem rá, tehát itt konkrétan az Osmium kompresszor is innen működik, csak itt át lett állítva más színre, más csatornára a történet, és beraktam ide, hogy whitelist, tehát hogy mit szeretnék innen ebbe az irányba kiengedni csak. Tehát az Osmium ingotot, meg az Obsidian dustot. Itt fölül, meg biztos alapon, hogy itt is whitelist, ugye a be, tehát az csak úgy ott van, igazándiból igen, vagyis nem úgy ott van, hanem ugye itt az alján innen megy be az Osmium ingot, whitelist, tehát ne ide küldje a dustot, a hátuljánál ott, most nem fogom ott kibontani, de ugyanígy, higgyétek el, be van állítva, hogy whitelist, és ott van benne a dust, hogy abba az irányba menjen. Jó, itt pedig, mi ugye ebbe a chestből kettő jön ki, ezért ide rábökünk, itt meg blacklistre állítottam az Osmium ingotot és az Obsidian dustot, mert erre fölfelé, de jó, hogy elforgattam, tessék oda visszamenni, úgy, tehát oda szeretnék kattintani, úgy, mert ugye itt a tehát visszatérve azt mondja, hogy megint forgatok, Istenem blama, figyeljek már oda, jó, tehát itt ez az sima Obsidian dust, tehát nem a refinery, itt van, mutatom, ide azt szeretném beengedni, akkor az enriched iron-t, meg a sima iron ingotot a hátuljába, meg de jó, hogy elrondítom a dolgot, na igen, legalább láttátok, itt a kulcssal lehet ugye az irányokat beállítani, hogy mit, hova, merre szeretnék küldeni. Ugye például itt ez a enriched alloyhoz kell egy redstone, meg egy iron ingot, és a redstone meg hátrafele megy, a szén, ami a encoded pattern, mert itt látjátok, itt az enriched ironhoz kell a szén meg az iron ingot, amiket ott fönn mutattam, akkor itt a steel dust, ami készül, az is a szén, akkor itt a 8 obsidian dust elkészítéséhez, hogy mit szeretnék, igen,
ez már a izébe megy. A ide ozmium kompresszorba. Mert ugye az ércet azt ide kell tenni, a pirosba kell, hogy jöjjön, azért van így külön osztva. A redstone szén például, az pedig ide a lilába, mert úgy keveredik össze kettő, tehát úgy csinálja meg nekünk a dolgokat. Tehát mondjuk meg is mutatom. Például azt mondom, hogy itt ebbe az enzisted alloy bonyítól meg, hogy csináljál nekem egy 64-et úgyis fogyó eszköz. Gyorsan ide szaladunk, megmutatom. Most itt megtölti gyorsan redstone-nal. Bele fog tenni ugye 64 darabot. Szépen föltolja. Amikor ezzel végzett, akkor utána jön ide bele a vas, úgy. És ebből is a 64 darab, és már gyártja is. Ott villog az MI kábel, ahogy adagolja ki magából. Ennyi az egész történet. Itt pedig az osmium kompresszorba, meg ugyanígy külön fog működni. Ott ugye, mit szeretnék? Ott az obszidián ingotot például, ugye ott a receptje. Azt mondom, hogy csinálja nekem egy 5 darabot. Itt van, el is indult. Berakta az osmium ingotot, ugye abból lett a liquid osmium, berakta mellé a obszidián dustot, és már készül is az obszidián ingot. Ennyi a történet, remek, remek hangja van, arrébb is megyünk. Szóval működik a történet. A metalformer úgy szintén működik. Na most kérdeztétek, hogy miért van itt 3 darab, mert ugye itt van a rolling, hát ez most az, hogy most mire van itt állítva, az érdektelen. Ugye az extrudinggal meg tudom csinálni a kábelt, nem is vett, tehát nem véletlenül ugye ide beletettem. Viszont azért van 3 darab, mert ugye készülnek ezek a template, meg az item casing. És na ebből sok lesz, tudnélik. Ugye van nekünk, majd jó közben megállt, van nekünk ugye a copper, van a tin, lesz a lead, lesz az iron, tehát itt szépen-szépen sorban, ugye, tehát most ide beteszem a vasat, akkor abból csinál az iron plate, tehát ezt is mondjuk megcsinálhatjuk, mert az még nincsen benne. Tehát egy vasból egy iron plate, encode, kész. Úgy, ide hozzuk, és már ez benne is van. Akkor ugye jöhet a további ugye kalapálás, az iron plate-ből megcsinálja nekünk a item casing-et. Azt is megcsináljuk, azt mondja, hogy plate, így, encode, tökéletes, és már ezt is tudja. Na hát most az összeset nem fogom nektek elmutogatni, de ugye megyek majd tovább, jön a lead-ből, a gold-ból, tehát ugye egy szépen mindenből kell csinálnom egy ilyen receptet. Hol van? Itt van, mutatom. Tehát ugyanúgy. Ezt is, és így szépen-szépen végig a nyersanyagokból, tehát kell még egy gép, ezt is úgy átállítom, hogy akkor kalapágasson, és akkor a másik része az pedig ott lesz. Jó. Az, hogy ugye itt is, megmutatom, ott van hátul a MI interfész, amihez most ugye jelenleg úgy félek hozzá, hogy kiütöm a falat, de jól emlékszem, akkor azt mutattam is. Közben egy nyílik csukorik az a szerencsétlen ajtó, se baj. Akkor most gyorsan kiröppenek, megmutatom, ugye itt kívülről nem látszik az ég adta világon semmi, annyi történt még itt kívül, hogy itt egy kicsit körbe lett rakva kövecskével a dolog. A házikó. Na jó, antos, se telettem magam, nem csámcsogok a fületekbe. Jó, most már figyelni kell, mert jönnek a srácok. Akkor, jaj, a tojás, persze, igen. Annyit szeretnék még mutatni, ugye mutattam nektek ezt a csodálatos mechanizmus csákányt az előző részben, hogy milyen kis OP dolog. Ezzel kapcsolatban mutatok nektek még egy szipi-szupit,
Ah, remek, ez tökéletes itt is van. Na, azért. Itt vannak nekünk ezek a magnetitórok. Csákány elő. Átrak. Ugye itt a vejnél mutattuk, vagy mutattam, hogy ugye ez is a 20-as, tehát sebességre, viszont hoppá! Tehát ennek van egy ilyen extra tulajdonsága, ezt nem mutattam az előző részbe, hogyha van nem sarkosan, hanem lapjával egymás mellett elhelyezkedő ércek, akkor az egyiket kell csak kiütni, az összes többit már kirobbantja. Hopp, ott is, tehát ott volt az appetite, és szépen az egész történetet kiüti, tehát mint hogyha mit tudom, egy hammerrel csaptam volna meg, viszont ugye ez csak érceken működik. Ha most, ha már itt vagyok, már szerintem valamelyik részben ezt is meséltem, itt volt ez a szerencsétlen 1000 éve, akkor most már úgy döntöttem, hogy kiszedem, ha a fene felé teszik is. Szevasz, boci, mit nézel? Ha azt mondod, hogy egy hülyét, oda megyek és nyakon váglak. Na, nézzük csak, amit még szeretnék nektek mutatni, mert itt készült még egy nagyon nagy dolog. Ott balra most direkt nem nézek arra, innen bemegyek először, innen megmutatom. Így, innen az ablakból. Így, tratám! És de jó, hogy be is sötétedett hozzá. Remek! Na, hát kimegyek már is, megmutatom, csak még annyit, hogy azért mik készülnek itt. Kicsit gyarapodott a kapacitás, akarom mondani, a kapacitorbank kapacitása. Kicsit megdagasztottam. Na, hogy már itt elfogyunk áramügyileg. Jó. Akkor itt van nekünk ez a csodálatos teleport kapunk. Ezen is átnézek, megmutatom szépen itt. Végre itt körbedíszítettem, hát itt még csak ilyen fél munka van, elfogyott a kövem, még itt körbe ez a stone slab hiányzik. Nini, csánk probléma, spuri vissza. Jaj, nagyon jó. Hát akkor ezt mindjárt betölti azt a csánkot, és utána visszatérek. Na és itt vagyok, vissza is tértem. Hát közben itt kiderült, jó van, én ezt megcsináltam, körbe raktam Stone Slab-bel, csak nem töltötte még be, tehát ugye most megy a Deep Darkunk is, egy szépen körbe van itt díszítve. Itt van ez a csodálatos teleport kapu, nem kell a lakásból itt ide-oda szaladgálni. Már itt itthon is vagyok. Jó, és akkor menjünk, kinézzük meg. Remélem rám robban egy-két creeper, mert ugye most már vannak. Ó, nem hoztam ki fákját, nem baj. Már megint egy meteor. Tele van a hócipő a meteorokkal, úgy néz ki itt a táj körbe, mint a szita már. Na, valahol? Haló, fiúk? Sehol senki, csak ott a kerítésen kívül, jól van, úgy maradjatok ott. Te, hogy én hogy örülök nektek, de komolyan! De tényleg! Na, térjünk vissza ide. Talátám! Hát, nem egyszerű mennyiségű nyersanyag és idő, mire én ezt itt legyártottam, de elkészült. Hogy milyen szépen fúj a szél. Dúshajamba tép. Na, hát ők itt kérem szépen mechanizmos szélturbinák. Termelési kapacitás szempontjából 800 joule per tick. A szolár, az Advanced Solar panelek, ezek 600-at termelnek, ami most jelenleg nulla, itt szépen ott baloldalt kéken mutatja, az nem is megy, mert ugye hát éjszaka van, nem működik, viszont a szélerőmű az itt van, dolgozik. Hát most éppen fogy, tehát ez a saját belső bufferje, ez éppen ürül kifelé, mert tölt. Ide tettem egy Ultimate Energy Cube-ot, hát ebbe van kapacitás, tehát most ezt tölti először itt ez a park, ami vissza fog töltődni, mihelyest nappal lesz, és a szolárpanelek beszállnak a buliba.
Hát, hogy konkrétan ezt az épületet minek építettem ide, hát, mert miért ne? Ott is ott mennek a zombik. Meg mi van még ott? Mana elementál, nagyszerű. Na, hát ide készült ez az épületecske. Ide még majd szeretnék kihozni egy crafting terminált. Legyen itt kint is, mert miért ne? Ide belepakoltam ide is kapacitorbankokat. Ne kérdezzétek, hogy miért. Jól néz ki. Még az is lehet, hogy majd becuccolom oda a pincébe, legyen ott valami védett helyen. Egyelőre most ez itt így sikerült, és akkor utána itt teljesen más dolgokat fogok elhelyezni ebben a kis házikóban. Még az is lehet, azon gondolkodtam, hogy esetleg itt lesz megcsinálva mondjuk egy ilyen force field, tehát egy erőtér innen lesz beizzítva, elindítva, és azzal fogom mondjuk körbevenni ezt a hát energia termelő kis területet. Bár abban most nem vagyok biztos, hogy a azt még meg kell néznem, igen, hogy a napfény, ugye az alap pajzson, tehát hogy nincs textúrázva, hogy átjön-e, és fog-e működni a szolár generátor. Ott is egy zimbi-zombi. És hörögnek, és csörögnek, és de jók vagytok. Hát te most meghalsz. Na mit szólná hozzá, meghalná? Jaj, de jó! Van kit lövöldözni. Te is kapsz. Puff. Na még egyet. Még jó, hogy Infinity. Szedjük egy össze az összeszednivalót. Van még valakit lelőni? Ja igen, igen, akkor ha itt van nálam, akkor megmutatom. Ugye már mutattam ezt a bezárom a bazárt. Ezt a mechanizmus íjat. Hogy ugye ő... kaptam egyet én is. Jó van, srác. Örülök neked. Úgy. Kapom Anna srác is egyet. Hogy égjen. Ilyen kis forró lett a hangulat. Egyből. Veszem még egy. 8-ra lepörkölődött. Most már örülnék neki. Ó, mennyi maradt ez? 5. Most már meghalsz. Egyértelmű. Úgy, te is meghalsz. Balra el. Na. Ó, nem már. És még életben maradt? Na, ennyi, srác. És még most ki is szúrt magának. Na, azért. Na, bemegyek a biztonságot adó kis otthonomba. Úgy. És úgy érzem, hogy erre a részre itt lassan el is köszönök. Itt a gyönyörűséges kis gazdaságos energiatermelő kis telepem látványával, mert ugye hát ők nem kérnek se enni, se inni, csak adják az áramot ide szépen. Hát a következő részre nagyon bízom benne, hogy meg fogom most már itt lent csinálni a fa és növényfarmot, mert fa mennyiségből igen csehül állok, konkrétan tényleg ugye alig van, erről már beszéltem, úgyhogy most már jó lenne gyártani, meg hát ugye a növényekből gondoltam én még, hogy előállítok bioüzemanyagot, és azokból is fogok így a mechanizmus gépekkel energiát előállítani, mert miért ne? Jó, köszönöm szépen, hogy megnéztetek, és hát tartsatok velem a következő részben is, amíg még lesz, mert annyit még hozzáfűznék, hogy én viszem tovább ezt a Monster sorozatot még, de ha nagyon nem lehet bírni itt a esetleges lagokkal, meg megint valami közbe jön, akkor sajnos én is abba fejezem, de szépen mondtam. Na jó, nem tényleg. Tehát akkor sajnos zárni fogom, de nyugodjatok még, megbízom benne, hogy az nem most lesz, tehát lesz még tőlem egy pár rész. Ezen kívül ugye ott van az Agrarian Sky sorozat, és jön még majd egy új sorozat is a közeljövőben.
Előfordulhat, hogy még akár így harmadiknak beesik, vagy éppenséggel váltás lesz, ez majd még kiderül. Nem akarok ezzel kapcsolatban így semmit sem elkiabálni. Jó, köszönöm szépen, hogy megnéztetek. Hogyha tetszett, akkor tartsatok velem a következő részben is, és lájkoljátok, és kommenteljétek. Köszönöm, szervusztok, sziasztok!